Szeptember első szombatján benépesült a felújított vásártér. A rendezvényre jelentkező sportkluboknak lehetőségük nyílt tevékenységük bemutatására és az érdeklődők megszólítására. Emellett a szervezők különféle attrakciókat, ügyességi játékokat készítettek elő a gyerekek számára, de érdekességként volt például edukációs zóna is. Hlavnou myšlienkou celého konceptu festivalu alebo Vanadu je priviesť deti k športu a tak u nich vytvárať hodnoty, pretože dnešná doba je tak uponáhlaná a rýchla, že prioritou je, aby sme deti naučili k nejakej disciplíne a začali z nich budovať hodnoty, aby sa tá spoločnosť posúvala kupredu. Uvidíme, aké výsledky budú z Dunajskej stredy, ktoré budeme vyhodnocovať následne až po festivale, že koľko detí sa prihlásilo v rámci tohoto festivalu priamo do športových klubov tu na Dunajskej strede. A nap során bemutatkozott a Dunaszerdahelyi Spartan Klub is, amely 2017 óta tart edzéseket városunkban. Különféle sportokkal foglalkoznak, mert a Spartan sokat kíván. Hangsúly a mobilizáción van, mivel nagyon sok gyerek szerintem azt mindenki látja, kezd így kicsit meggörbülni, úgyhogy próbáljuk a nyújtást, mobilizációt, koordinációt belegyúrni egy órába, és mindenképpen a mozgásfejlesztést. A felnőttek pedig saját testsúlytól kezdően, egészen a kettlebellig, a súlyokkal, a kötél, szóval egészen a Spartanig. A rendezvényen az érdeklődők a TBJ személyiségeivel szintén találkozhattak. Színészek és műsorvezetők aláírásokat osztottak, és élőben került sor egy népszerű talkshowra, amelyen elsősorban a felhőtlen szórakozásé és a nevetésé volt a főszerep.